Sziasztok! Ma a Tamással a érzelmi stabilitásról és az állóképességről fogunk beszélgetni. Ez lesz a mostani videónak a témája. Tartsatok velünk! Biztosan tapasztaltátok már ti is, hogy vannak emberek, akiknek érezhetően is és láthatóan is nagy állóképessége van és érzelmi stabilitása, és vannak, akiknek kevésbé. És hogy ennek vajon mi állhat a hátterébe, és hogy mi lehet az oka. Ebben a beszélgetésben most az energiavezetékekről fogunk beszélgetni, megosztani veletek, hogy mik a tapasztalataink, és hogy mik is azok a vezetékek, mik azok az energiavezetékek. Az energiatest három részből áll, az energia központokból, az energia vezetékekből és a rajtuk átfolyó energiából. És ebből a hármasból mi az energia vezetékeket fogjuk most kiragadni. Az energia vezetékeknek kettős szerepe van, az ellenálló képesség és a vezető képesség. Ideális esetben jó a vezető képesség ezeknek a vezetékeknek, átélhető a test, és az ellenállása nagy. Meg tudja kötni a bekerülő energiát a testbe, nem csapódik ki. Ez azzal jár, hogy érzelmi stabilitás látható az illetőn, nagy az érzelmi terhelhetősége, a test erős és szívós, beleáll az életében, nem menekül el a problémák elől, a kihívások elől, megteszi, amit meg kell tennie, hogy ami rajta múlik, az igazából már rajta nem múljon. De természetesen van olyan eset is, amikor a vezetékek gyengébbek. Ebben az esetben sokkal gyorsabban ki tud csapódni az energia, akár érzelmi reakciók formájában, érzelmi instabilitásban, és picit szétszórtabbá tud válni az ember, könnyelműbbé. Igen, ilyenfajta türelmetlenség, vagy ilyen hisztis reakciók van. Így van. Úgyhogy igazából a vezetékekről nem is beszélnénk így a lényegéről többet, átérnénk a gyakorlatra, hogy mi az, amit mi tapasztaltunk a saját életünkben, mi az, amit rajtatok a gyakorlókon tapasztaltunk az energiavezetékek minőségével kapcsolatban, ami természetesen személyre szabottan, illetve személyenként lehet azért változó eltérések mutatkozhatnak. Ebbe én most nem mennék bele az, hogy hogyan és miként, erre nagyon jó ez a könyv, a Chakra Program című könyv, ebben részletesen megtalálhatjátok az energiatestről a leírásokat, illetve az energiavezetékekről, milyen az, amikor jól vezeti, kevésbé jól vezeti, milyen az, amikor jó az ellenállása, kevésbé jó az ellenállása ezeknek a vezetékeknek, úgyhogy mindenképpen ajánlom, bármelyik recepción, Pesten és Budán is megtalálható a könyv, forgassátok és olvassátok, nagyon hasznos tud lenni. Mik a te tapasztalataid, Sándor, ezzel kapcsolatban? Hát én mindig is egyfajta, én mindig szerettem dolgozni, vagyis hogy úgy tudnám mondani, hogy mindig volt egyfajta állóképességem, és egyfajta terelhetőségem is. De én amikor elkezdtem gyakorolni, én a pánikbetegségem akkor a gyakorlás hatására kezdett el igazán megoldódni, kitisztulni, és tulajdonképpen meg tudtam gyógyulni ennek hatására, a gyakorlás hatására. És én már nagyon jó állapotban voltam, amikor felkértek arra, hogy legyek oktató, én erre egy igent mondtam, és amikor én bekerültem a csapatba, akkor láttam igazából az, hogy mennyivel le vagyok még maradva hozzátok képest. Tehát, hogy nagyságrendekben sokkal nagyobb erőket tudtak megmozgatni már azok az oktatók, akik már ideje már itt voltak és oktatóként dolgoztak, mind a csoportos órákban, az egyéni terápiás órákban, mind pedig a belső folyamatokban is, a belső munkákban is a részt tudtak venni nagy elánnal, nagy erővel és nagy teherbírással. És én éreztem azt, hogy nekem nagyon-nagyon, tehát hogy én mindig mindenki után futottam, és hogy éreztem azt, hogy nekem sokkal sok az még, és hogy még van idő ahhoz, hogy ezt fel tudjak zárkozni, és folyamatosan, rendszeresen erre nagyon sokat dolgoztam. Úgyhogy nagyon sokat változott ez a gyakorlás hatására, mind a teljesen más csoportos órát tartani, vagy egyéni terápiás órát tartani, mint gyakorlóként gyakorolni,
mert az egész munka, amit csinálunk, egy nagyfajta állóképességet kíván meg. És ez egyébként fokozatos. Tehát érezhető volt az, hogy egyre többet és egyre jobban bírom én is már ezeket a kihívásokat. És mindemellett pedig rám nagyon-nagyon-nagyon jellemző volt a, például az érzelmi kitörések, vagy egyfajta türelmetlenség, ezek a gyakorlás hatására, és egyébként főleg amikor így oktatóvá váltam, egyfajta pszichés, vagy egy ilyen mentális stabilitás, vagy erő, ami nagyon-nagyon jól jött, nagyon sok helyzetben, mert régebben sokkal inkább a helyzetek maguk alá gyűltek, míg most így, hogy érzem, hogy a gyakorlás és ez a folyamatos munka, érezhetően sokkal több erőt tudok már megmozgatni annak irányába, hogy középpontban tudjak maradni a folyamatos folyamatos terheltség ellenére, úgymond terheltség. És hogy folyamatosan érzem azt, hogy ez sokkal inkább egy aktív szereplőjévé is tesz az életnek, nem pedig egy elszenvedőjévé. Tudod, hogy úgy haladsz a dolgokkal, és igazából mindig le vagy maradva. Igen. A saját példám erről a folyamatról az, hogy én gyakorlatilag egész életemben sportoltam, legalábbis az életem nagy részében élsportban tevékenykedtem, naponta több edzéssel, és ez meg is látszott a gyakorlásomon. Ugyanis mikor elkezdtem a gyakorlást, én először egyéni órákra kezdtem el járni, és azon kívül, ez a felfokozott érzelmi állapoton kívül semmi más nem volt tapasztalható. Nem voltak erős testérzeteim, nem voltak semmi extra plusz, amit el tudtam volna mondani a gyakorlás hatására, mi az, ami mennyi minden változott, mennyivel más lett minden. Nálam ez a folyamat sokkal lassabb volt, mint azoknál, akiknek a vezetékeik egy picit gyengépek. És pont ez miatt egy nagyon érdekes helyzet állt elő így a gyakorlás hatására. Mikor már fél éve jártam gyakorolni, akkor így megfordult a fejemben az, hogy ez most valami történik egyáltalán. Azon kívül, hogy mindig egy ilyen felfokozott érzelmi állapotba kerültem a gyakorlás után, nem tudtam azt mondani biztosan, hogy igen, itt ez, vagy ez történt az életemben, ilyen pozitív változások történtek, hanem egyszerűen csak így eljártam órákra, és az a lelkesedés, ami vitt mindig a következő órára. És mikor fél év után elkezdtem csoportos órákkal járni, akkor szereztem egyfajta bizonyosságot arról, hogy itt ténylegesen történik valami, mert a visszajelző körökből azt láttam, azt hallottam, hogy mindenkinek megvannak azok a saját maga kis plusz testérzetei a gyakorlás hatására, amik nekem nem voltak. Hm. És találkoztam már többször ilyen gyakorlókkal is, akik azt gondolják, hogy a gyakorlás hatására nem változik semmi az életükben, nehezen mozdul el bármi is, nincsenek testérzeteik. Úgyhogy ezzel kapcsolatban csak türelemre szeretnék biztatni mindenkit, hogy legyetek türelmesek, a kitartó munka meghozza a gyümölcsét, és nálam is körülbelül néhány év után, 2,5 év durván volt az idő szak, ami után jelentkeztek azok a érdekesebb testérzetek, amiről már el tudtam mondani, hogy na ez igen, valami történt. Úgyhogy nagyon fontos ez a része, hogy ne gondoljuk azt, hogy ha egy idő után nem történik semmi, akkor bármit is rosszul csinálunk. Igazából nem tudjátok rosszul csinálni a gyakorlatokat. Itt bent az órán semmiképpen nem, folyamatos felügyelet alatt vagytok, folyamatosan figyeljük azt, hogy mi történik veletek, nem tudjátok elrontani. Igen, ez mindenkinél más, csak ezt még el szeretném mondani, mert például a pánikbetegség kapcsán én konkrétan két emberről is tudok, akik egy-két gyakorlat, tehát egy-két egyéni terápiás óra után a pánikbetegségük megoldódott. Van, akinek konkrétan nem utána lett munkája, talán azt hiszem új... Tehát, hogy megváltozott, nagyon jó irányba megváltozott az élete. Egy-két gyakorlás után. Tehát, hogy tényleg néhány, egy-két hét, tehát 3 hét alatt megoldódott a pánikbetegsége. És nekem például ez 4 év volt. Csak ezt akartam mondani, hogy így tudnak a dolgok megváltozni, hogy van, akinél hamarabb megtörténik ez, és valakinek pedig több idő kell hozzá. Nyilván itt mindig egy mélységről beszélünk, hogy a gyakorlásnak kell egy idő,
valakinél lesz hamarabb, és valakinél viszont, mivel egy, például akár egy adott probléma kapcsán jön el, valakinek több idő, mert az mélyebben van. Így van. És ez a tapasztalatom, mint oktató is, hogy amit Sándor mond, hogy ténylegesen nagyon személyre szabottan dolgozik ez az energia veletek. Mm. És hogy mi az, amit tapasztalok veletek kapcsolatban? Például, amikor egy olyan gyakorlóval találkozok az egyéni órán, akinek az energiavezetékei gyengébbek egy picit, már a sokkal, sokkal jobban megfigyelhető a folyamatos testérzet, a folyamatos visszajelzés azokról a dolgokról, amiben éppen van. A következő órán el tudja mesélni, hogy mi minden történt vele. Gyakorlatilag olyan, mintha egy folyamatos visszacsatolás lenne ilyenkor a gyakorlásról. Gyakorlatilag ez egy picit így látszólag könnyebbé teheti a dolgokat, hogy folyamatosan kapsz egy megerősítést arról, hogy igen, itt valami történik. De nagyon fontos, hogy a cél az mindenkinél az kell, hogy legyen, hogy még erősebbek és stabilabbá váljanak ezek a vezetékek, mert hiába én is úgy érkeztem sportmúlttal, mégis azt tapasztaltam, hogy a rendszeres, kitartó gyakorlás hatására még stabilabbá tudtam válni. Egyrészt érzelmileg is, és fizikailag is. Sokkal nagyobb lett a teherbírásom. Úgyhogy nagyon fontos az energiavezetékek erősítése, mert annál több energiát meg tud tartani, és meg tud kötni a test. Úgyhogy mindenképpen egy nagyon, nagyon fontos része a gyakorlásnak ez. És nem hiába szoktunk a nagyobb kurzusokon külön részt szentelni erre, hogy a gyakorlatokat, a gyakorlatsort egy ilyen összeállítással kezdjük, hogy a utána következő gyakorlatokkal még inkább gyakorlatok energiája még inkább be tudjon épülni, még inkább hasznotokra tudjon válni, még inkább felhasználhatóvá tudjon válni a saját életetekben. Igen, és akik úgy érzik, hogy tehát, hogy egyfajta ajánlást vagy javaslatot szeretnénk tenni így azoknak, akik úgy érzik, hogy így szaladnak így a hétköznapjaik után, és hogy mindig egyfajta lemaradásban vannak, vagy erőtlenségben, vagy gyengeségben, amikor az ember mindig olyan kiszolgáltatottságot él meg, vagy érez meg, akkor milyen amikor érzi, hogy az ember még tudna és tehetne valamivel többet magáért, és az, hogyha például valaki úgy érzi, hogy szeretne tenni, cselekedni és erősödni, akkor például nagyon jó az, hogyha egy folyamatos, felelősségteljes életet tud élni, mindemellett pedig egy rendszert vagy egy rendszerben tud élni. Ez azt jelenti, hogy például a gyakorlás folyamatos és rendszeres, a otthoni gyakorlatokkal, tehát egyéni terápiás óra, csoportos óra, mind-mind. És ezek nagyon sokat tudnak segíteni abban, hogy egyre több erő szülessen az emberben. A aktív erő, tetterő, hatóerő. És ehhez és ezzel kapcsolatosan kiegészítőket is tudunk javasolni a kristályaink, a köldökcsakrához, a tisztító és a töltő köldökcsakra kövek, és itt pedig az egyiptom karkötő. Hanganyagban a köldökcsakra nagyon sokat tud segíteni mindenben, hogy meglegyen ez az erőtök. A vizekkel pedig a köldökcsakra, víz és azaz a karma killer Egyiptom. Ez a kiinduló pont. Tehát ez a köldök területére kiválóan hat. Ezzel nagyon klasszul tudtok stabilizálódni, bele tudtok állni az életetekbe, de az, hogy még inkább tudjatok fejlődni, mindenképpen a kristály test megszerzése az, ami idővel javasolt. Tehát nem kell rögtön egyszer az egészet, szépen apránként, hogyha beszerzitek ezeket a kiegészítőket, a rendszeres gyakorlás mellett, ami nagyon fontos. Igen, itt a kristályok, tehát igen, erre gondolok. Megyük ezt. Igen. Úgyhogy mindenképpen van kiút, gyertek és gyakoroljatok velünk minél többet, csoportos órákon, egyéni órákon, és az egészségügyi állapottól függően otthon is tudtok gyakorolni, erre vannak a 21 napos kihívás gyakorlatai a YouTube csatornánkon egy lejátszási listában. Ha arra van igény, és az egészségügyi állapot nem engedi, akkor vannak módosított félév gyakorlatokat,
gyakorlatok, amiket tudtok végezni, illetve hogyha az egészségi állapot megengedi, akkor természetesen a hagyományos fél év gyakorlatokat is tudjátok végezni, és ezeknek a kitartó, rendszeres, húzamosabb ideig végzett gyakorlása meg fogja hozni a gyümölcsét. Nagyon fontos, hogy ne rögtön akarjátok eredményt elérni, hanem legyen meg ez a kitűzött cél, hogy rendszeresen gyakorlok, és ezáltal meg fognak jönni azok az eredmények is, amit szeretnénk. Azt kell tudni még, hogy ezek az energiavezetékek a gyakorlás hatására rögtön alkalmazkodni kezdenek a bekerült energia mennyiségéhez, így rögtön elindul az a folyamat már az első gyakorlásnál, hogy ezek a vezetékek elkezdenek erősödni. Úgyhogy ismételni tudom én magam, gyertek, gyakoroljatok velünk, és otthon pedig minden rajtatok múlik, hogy mennyi időt és energiát tudtok ebbe a munkába beletenni. Igen, mert hogy igazából az élet az mindig a megpróbáltatásokról szól, és hogy ez edz mindannyiunkat. És hogy lehet érezni azt is, hogy mindig van egy határ, ami az, hogyha elér az ember a sor szintjén, akkor ott jön egy nagy megpróbáltatás. Ennek sokféle formája van, sokféle alakja van ennek az ember életében, és ez mindenkinél egyedi. De az biztos, hogy egyfajta próbatétel, vagy egyfajta megpróbáltatásként lehet ezt nevezni. Na és ebben nem mindegy, hogy hogyan állunk helyet. Úgyhogy gyakoroljatok! Kövessetek minket a felületeinken, mint a social médiában, a Facebook oldalunkon, tehát az Instagramon is, a YouTube csatornákon is. És Isten áldjon benneteket! Sziasztok!